századforduló, hogyan is ünnepelték a polgári családok a karácsonyt. Kicsit foglaljuk össze, kérem. Jó. Tehát a vallási oldalát, hogyha említetted, el lehet mondani azért, hogy ahogy napjainkhoz közeledünk, a vallási oldala az ünnepnek fokozatosan halványodik, és a karácsony egyre inkább ilyen családi jelleget öltött. Ez a levéltári dokumentumokban is egyértelműen visszatükröződik. Mi itt Gyulán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy nagyon különleges irat együttesünk, ez a Ladics családhoz kapcsolódik, amely ugye egy módos polgári családja volt a városnak, és az ő anyagukból nagyon jól lehet rekonstruálni a hétköznapi életet is, illetve az ünnepi életét is egy ilyen polgárcsaládnak. A karácsonyhoz kapcsolódóan is nagyon sok emlékünk megmaradt, itt tényleg amiket kiválogattam képeslapoktól, a leveleken keresztül, korabeli sajtóban megjelenő hírek mind az ünnepnek egy-egy sajátos aspektusát mutatják be. A családi jelleg leginkább abban mutatkozott be, főleg a magánlevelezésben érhető tetten, hogy az ünnep mindig úgy jelenik meg, ahol a család összegyűlt, a közösségi jellege, ez a szűk közösségnek a dominanciája figyelhető meg. Rendszeresen hiányolják, hogyha a családtagok távol vannak, igyekeznek őket hazacsábítani valamilyen formában, hogyha pedig erre nem volt lehetőség, akkor természetesen különböző köszöntések, tehát az ünnepi köszöntések elmaradhatatlan részei voltak az ünnepnek. Ez megfogalmazódott egyrészt levelekben is, másrészt pedig a korszaknak a jellegzetességei, ezek a nagyon szép képeslapok, amelyeket hát a 1880-as évektől már rendszeresen hozzátartoznak a módosabb polgárcsaládokban az ünnep köszöntéséhez. Itt amiket kiválogattunk, itt a századfordulótól indulunk, valamennyire időrendbe próbáltam rakni. Jellegzetes karácsonyi motivumok jelennek meg rajtuk, havastáj, fenyő, angyal, a karácsonyfa is feltűnik, és ezzel tolmácsolták az ünnepi jókívánságokat. Milyen is volt maga az ünnep, mi tartozott hozzá abban az időszakban a karácsonyhoz? Azért is érdekes ez számunkra, mert ahogy most mi ünnepeljük a karácsonyunkat, sokkal inkább ezekhez a gyökerekhez nyúlik vissza, tehát a századforduló városi polgári hagyományaihoz, mint a néphagyományokhoz. Tehát ami a falvakban volt, a betlehemezés, a kántálás szokása, ezek most is megjelennek, de nagyon gyakran csak felelevenített formában, de az, hogy mi most otthon ünnepeljük a legtöbb háznál a családban a karácsonyunkat, az inkább erre a hagyományra vezethető vissza. Három fontos dolgot lehet kiemelni a karácsony kapcsán. Az egyik, ami a leggyakrabban megjelenik a forrásokban, az az ajándékozásnak a szokása. Ez városi polgári környezetben elengedhetetlen része volt az ünnepnek. A másik, ami szervesen hozzá tartozik ebben az időszakban már, az a karácsonyfa állításnak a szokása. A harmadik pedig az a közös karácsonyi vacsora, a karácsonyi étkezés a jellegzetes karácsonyi ételekkel. Hogyha ezeken sorba megyünk, az ajándékozásról kezdve, elsősorban a levelekből, illetve a napló részletekből tudunk a Ladics anyagból példákat hozni, hogy mire is terjedt ki ez a szokás, illetve hogyan gyakorolták. Igazából azt mondhatjuk, hogy nem csak a szűk családi kört ajándékozták meg, hanem a tágabb környezetet is, tehát a nagybácsik, nagynénik is benne vannak körben a dokumentumok alapján, sőt a jó barátok, ismerősök is. Itt ki is készítettem egy ilyen kis kártyácskát, ez például egy barátnőtől kapták egy kis névjegy, aminek a hátuljára fel van vezetve, hogy a karácsonyi ajándék kísérőjeként, hogy fogad szeretettel ezt a kis csekészséget, dátummal, aláírással, tehát ez is mutatja, hogy egy ilyen tágabb körből is érkezhetett az ajándék. Mik voltak a sláger ajándékok? Sláger ajándékok? Édesség, valami? Több típusra lehet osztani az ajándékokat, tehát egyrészt a gyerekek nagyon gyakran különböző játékokat kaptak. A szórakozás, kikapcsolódást szolgáló tárgyak is megjelennek, kotta, például a zongoratudás hozzátartozott a hétköznapokhoz, ez egy kedvelt ajándék volt, vagy a könyvek, de emellett még a dísztárgyakat is említhetjük, de a leggyakoribb ajándékok azok az ilyen praktikus ajándékok voltak. Ruházat elsősorban, kesztyű, sapka, sál, zokni, ilyen típusú ajándékok. Kézi munkát nagyon gyakran adtak a hölgyek, ugye? Kedvelt időtöltésük volt a kézimunkázás, és ez is gyakran megjelenik a levelekben.
mindenkinek adtak, tehát ezen a családi körön belül, sőt, hogyha megnézzük a forrásokat, itt elő van készítve egy háztartási napló, amiben az adott napnak a kiadásai fel vannak sorolva, Ladics Lászlónénak az 1880-as évek végéről. Leírta minden nap, hogy mit vásárol? Leírta a napi szinten, hogy éppen mit vásárol. A karácsonyi kiadások között itt például látjuk, hogy a cselédeknek Christkindlben, a karácsonyi ajándékot Christkindlnek nevezték, ez a németből származik ez a kifejezés. Egyrészt jelentette magát a gyermek Jézus, tehát a Jézuskát, aki hozza az ajándékot, másrészt az ajándékot is magát, és itt ez igazolja, hogy tehát a cselédeknek is ilyenkor adtak valamit, valami apróságot, akár gyümölcsöt, akár valamilyen kevéske kis pénzt. Az ajándékokról talán ennyit, a karácsony fállítás szokása. Ebben az időszakban a polgári házaknál már hozzátartozott a karácsonyfa és az ünnep, ez a századfordulóról beszélünk. Nem volt olyan régi szokás azonban, Magyarországon az 1820-as években jelenik meg a karácsonyfa. Az udvar közvetítésével német nyelvterületről származik, és elsősorban a főuri, tehát az arisztokrata családoknál említik a források először, és utána fokozatosan terjed el a városi polgári környezetben is. Egészen addig, hogy napjainkról ugye általános lett, de elég későn, tehát faluhelyen mondjuk az 1950-es években is beszéltünk róla, hogy akkor kezd igazán elterjedni, korábban faluhelyen nem jellemző a karácsonyfa állítása. A Ladics anyagokban éppen ez a levél, amit kikerestem, ez egy 1879-es levél, ebben említik először a karácsonyfát, a 4 éves kislánykának, Ladics Margitnak hoznak először Christbaumot, ez is a német kifejezés, ahogy mondják, és itt még maga a karácsonyfa is egy ajándék. Tehát abban a listában sorolják fel, hogy milyen ajándékot kapott a kislány, nem külön szerepe, hanem mint az ajándékok sorában jelenik meg a karácsonyfa. Láttam itt például egy karácsonyi menüt, mennyiben emlékeztet ez a maikra? Így van. Hát a harmadik fontos elem, amit említettünk, ugye ez a karácsonyi közös étkezés volt, ami az ünnephez szervesen hozzátartozik. Ilyenkor egybegyűlt a család, ez szenteste volt, és jellegzetes karácsonyi eledeleket ettek. Ami már ekkor is volt, és elengedhetetlen része volt az ünnepnek, az a diós, illetve a mákos kalács. Ennek a sütéséről mindig a háztartási naplóból tudjuk, hogy előző nap, vagy akár 24-én ez hozzátartozott, hogy friss legyen a kalács, és ez felkerül az asztalra természetesen. Nagyon korán megjelenik a pulyka is, ami a karácsonyi menünek a tartozéka, illetve emellett a különböző gyümölcsök, aszaly,